A karácsony a mögöttünk álló év munkájának összegzése mellett kiváló alkalom, hogy oda tudjunk fordulni a szeretteinkhez, a családhoz, fogalmazott karácsonyi köszöntőjében a térség országgyűlési képviselője Szabó Zsolt államtitkár. Hosszú és dolgos év van mögöttünk. Megindult valami, elkezdtünk a munkát, és nagyon sok fejlesztés, fejlődés történt a térségben. Ez a 38 település, ez együtt van, egyben van. Mi úgy érezzük, hogy Heves megyeiként van mit tennünk a jövő érdekében és a jövő nemzedéke érdekében. Ezek a fejlesztések ezek folytatódnak a jövő évet érintően is, azonban ilyenkor évvégén egy picit elgondolkodik az ember, hogy mi az, amiben hiányosság, mi az, ahol nem tett meg mindent. És úgy gondolom, hogy talán ilyenkor a legfontosabb mindig a család jön előre, hiszen karácsony jön, karácsony előtt vagyunk, egy kis békenyugalom, egy kicsit oda tudunk figyelni és fordulni a szeretteinkhez, és segíteni azokat a dolgokat, amiket évközben nem tettünk meg. Beszélgetni azokkal, akikkel évközben nem tudtunk beszélni. Én a magam részéről egy ilyen dolgos év után mindenkinek nagyon jó pihenést kívánok. Egy hosszú ünnepi időszak van előttünk, és áldott karácsonyi ünnepeket, boldogságot minden családnak. Találják meg azt a békét, nyugalmat, harmóniát, ami szükséges ahhoz, hogy jövőben újraalkotni tudjunk. És hogyha már így összekapcsolódik a múlt év és a jövő év, 2015 és 2016, azt szeretném elmondani, hogy a térségre sokkal nagyobb fejlesztési ütem vár, mint 2015-ben, és szeretnénk elérni, hogy akik itt élnek, azok otthon is jól érezzék magukat. Milyen lesz otthon a karácsony várhatóan? Mi mindig a szüleimmel és a testvéremékkel ünnepelünk együtt, tehát a családdal. A karácsonyfa az a normál, rendes karácsonyfa. Az esti menüben benne vannak azok a természetesen hagyományos magyar étkek, mint ami például a hal, vagy mint például ami a sült hús és ilyen jellegű dolgok. És nagyon békében, nyugalomban szoktunk együtt ünnepelni. Ajándékokkal, várjuk a Jézuskát, és hát a többiekkel is egy kicsivel több időnk van kicsit beszélgetni, kicsit összetartani. Fontos a család, a legfontosabb a család, arra tudunk nagyon jól támaszkodni.